A Ustream-et 2006 végén alapítottuk. A legfőbb ismertető jegye akkoriban az volt, hogy élő videót lehetett rajta közvetíteni igen nagy számú nézőnek szerte a világon, ami akkor még egy nagyon új és egyedi dolog volt. Én az alapítók közül szinte végig a technológiáért feleltem, úgyhogy az én kihívásaim azok elég hamar megjelentek már az elején. Ezek körülbelül úgy néztek ki, hogy kevés pénzből hogyan lehet egy nagyon dinamikusan növekvő dolgot úgy felépíteni, úgy üzemeltetni, hogy bármilyen felhasználó számot kibírjon a szolgáltatás. És az egyik legnagyobb kihívásunk akkor volt, amikor üzleti modellt váltottunk, és a hirdetés alapú bevétel irányából elmentünk a szolgáltatás alapú bevétel irányába. Ez egy nagy, komoly váltás volt, amit legalább egy év volt levezényelni. Tehát ezek voltak a legnagyobb kihívásaink az évek során, illetve később természetesen az eladás, ami egy nagyon összetett és nehéz folyamat. Nagyon pozitív volt nekem az IBM hozzáállása. Rögtön az elejétől érzékeltették, hogy ez a fajta gyorsaság része annak, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy megvesznek minket. Az IBM eléggé komoly tervekkel rendelkezik a videós iparban, amit most rajtunk keresztül fog megvalósítani. A Ustream az egy úgynevezett laborként fog működni az IBM-en belül, ami egyfajta kiemelt kutatásfejlesztési státusz. Én a Ustream egyik társalapítója, illetve a technológiai igazgatója voltam, illetve vezettem a budapesti irodát. Ez a szerepem megmaradt, de mellé az IBM Cloud Video Unitnak a fejlesztési és operációs vezetője lettem. Legnagyobb szakmai sikeremnek eddig, azt hiszem mindenképpen azt tartom, hogy sikerült itt Budapesten tényleg a semmiből létrehozni valami teljesen új dolgot, hogy egy valóban toplistás világcég az látott benne annyi értéket, meg egy nagyon alapos átvilágítás után is, hogy úgy döntött, hogy nagyon sok pénzért felvásárolja. Erre én nagyon büszke vagyok. Azt, amit mi itt csinálunk, tehát ez a videó köré épülő kutatásfejlesztést kiválóan meg lehet Budapesten oldani. Azt mondanám, hogy a világon az egyik legalkalmasabb hely erre Budapest. Úgyhogy ha azon gondolkodom, hogy 5 év múlva hol lesz a Ustream, akkor azt mondom, hogy az IBM erőforrásait felhasználva a videóiparág 3 legnagyobb versenyzője között leszünk a vállalati piacon mindenképpen. És remélem, hogy az elsők.